csomag! Megérkezett a csomagom, de elég valószínű sajnos, hogy kettészették, úgyhogy lehet, hogy ez majd két részes videó lesz. Viszont nekem rohannom kell a Körmöshöz, mivel sajnos késésben vagyok, úgyhogy Körmös után fogjuk kibontani a csomagot. Addig is, sziasztok! Na, vissza is tértem, hogy ígértem, úgyhogy vágjunk bele. Én kettő darab papucsot rendeltem. Az egyik így néz ki. A másik viszont egy fekete, és egyébként azt hittem, hogy szétszedik a csomagomat, de képzeljétek, nem szedték szét, és kb. 4-5 nap is meg is jött a csomagom, úgyhogy elégedett vagyok. Na, aztán én rendeltem egy ilyen kis fehér felső nyálára, ami így néz ki. Egyébként ebből rendeltem egy kettőt, de mindjárt mutatom, hogy ezek milyen színek. Viszont ilyen pirosos, narancssárgás, már. Egyébként az anyagja nekem nagyon tetszik. Egyébként néz ki ez. Szoknyával, bármivel szerintem ez érdekes lesz. Aztán én még rendeltem egy lucikát, ami ismételten nyárára rendeltem. Ebből egy X-es seset, lejön a vállra. Szerintem ez is nagyon csini. Az alja viszont ilyen kis lóknis, szoknyás, de az anyagi ennek is nagyon jó, úgyhogy ez is nagyon tetszik. Na, amire nagyon kíváncsi vagyok az ő, mivel ez egy rövid nadrág és egy felső, ilyen a rövid nadrágja, egyébként ilyen szép csipkés. Aztán a felsője is ugyanilyen, és azt viszont, ha jól láttam, meg kell kötni hátul, és lesz egy szép masni. Hát ez szerintem nagyon aranyos, és nagyon szép. Mutatom még a következőket. Aztán ismét egy ruha, mindjárt mutatom. A szín az nagyon tetszik. Wow. Na igen. Ez egy ilyen ruha. Szerintem ez is nagyon jó nyárára, csajok. Pizsama, ami szintén rövid nadrágos, de egyébként nekem az anyag itt nagyon bejön. Úgyhogy milyen mutatom is nektek. Nézzétek csak, milyen aranyos rövid nadrágja. Egyébként ez egy S-es, és akkor a felsője pedig ugyanolyan, mint a nadrágja. Ilyen. Ezek voltak a ruhák. Aztán még rendeltem én ilyen táskát, amit miért ki is bontok, most megnézzük, hogy milyen. Kíváncsi vagyok rá. Szerintem nagyon csinos. És van hozzá ilyen is. És igen. Szerintem nagyon elegáns. Aztán kettő darab ilyen hajcsapmasnit rendeltem. Szépen ahova szeretnéd belerakni. Egy fehéret, illetve egy feketét is. Tehát kettő volt benne. Szerintem nagyon szép. Egy fésűt is rendeltem, ugye nekem ebből van egy nagyobb kiadás, de még nem rendeltem sönyről ezt a fésűt, úgyhogy most úgy voltam vele, hogy kipróbálom. Ó, ez tökéletes. Úgyhogy csak ajánlom nektek. Közben nekem megjött a sminkeset tartó. Mindjárt jön, hogy ezt már nagyon vártam.
voltam, mert ugye nekem nagyon sok ecsetem van, és már mint látható kettőt kellett belőle venni, és remélem ez most már elég lesz, az egy, és szépen elhelyezem benne őket. Nekem nagyon bejön, nekem nagyon tetszik, egyébként az ára is totálisan jó, úgyhogy, és nézzétek, fordantható egyébként. Úgyhogy nekem az nagyon bejön. Aztán kettő fürdővalót is rendeltem, egy ilyen diorosat, és mindjárt mutatom neki, csak nem egyszerű kibontani. Várjátok. Az egyik ilyen szép kék. Mindjárt meg is próbálom, és mindjárt van a másikat is. Na közben felpróbáltam nektek, hogy megmutassam, mert nekem nagyon tetszik. Az egyik ilyen. A másik viszont ilyen. Nos, de még van egy dolog, nem más, mi? Rózs! Hát, nem mondom, az igazat nekem nagyon tetszik. Most kipróbálom egyiket, mondjuk próbáljuk ki az árnyalatot. Ez nem. És az volt írva, hogy ma. Tudjátok, én oda vagyok a rózsakért. Wow! Nekem nagyon tetszik, nézzétek, milyen szép színe van. És ebben több árnyalat van, és ezek barnák, ugye barnás színeket szeretem. Úgyhogy itt van belőle világosabb barna, kicsit sötétebb, ilyen rózsaszín beütés. Úgyhogy hát nekem is. Na, nekem ennyi is lett volna a videó. Én nagyon meg vagyok elégedve a sénnel, mert igazából kb. 5 nap is kísérte a csomagom, és nem is szedték ketté, és ugyanazt küldték, amit kértem. Úgyhogy igen, ha tetszett a videóm, akkor nyomj egy szívet, nyugodtan komizz, és legyen szép napotok! Sziasztok!